A cselekmény nem bűncselekmény, ezért a nyomozást megszüntetem. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság küldte ezt a végzést múlt héten pénteken a szekszárdi polgármesteri hivatalnak. A dokumentum első oldalát a megyei jogú város polgármestere osztotta meg a Facebookon. Még tavaly ősszel Bomba Gábor az Éjjel Szekszárd frakció vezetője tett feljelentést, mert szerinte hűtlen kezelés történt az uszoda építésekor. A frakció vezető akkor azt mondta, erre akkor jöttek rá, amikor elkezdték átnézni a papírokat. Most a hetekben indult el végre a hivatal átvilágítása. Úgy gondolom, hogy elsősorban az uszodával foglalkoznánk. Az uszodában nagyon nagyok a bajok. A feljelentés után néhány nappal derült ki, hogy a rendőrségnek írt beadványt, azaz Éjjel Szekszárd által megbízott pécsi ügyvédi iroda készítette, aminek a dolga az önkormányzat és a városi cégek átvilágítása volt. Mutatjuk az ezt igazoló dokumentumot. Jól látszik, hogy az ügyvédi iroda 5 munkaórát akart elszámolni annak a feljelentésnek megírásáért, ami a rendőrség mostani döntése szerint megalapozatlan volt. Hogy ez pontosan mennyibe került volna Szekszárdnak, nem derült ki. Úgy tudjuk, hogy ezt a tételt azóta sem fizette ki az önkormányzat, az ügyvédi iroda pedig időközben eltekintett a követeléstől. Az Éjjel Szekszárd által megbízott ügyvédi iroda egyébként az eredeti szerződése szerint összesen 9 millió forintot számlázhatott volna le az önkormányzatnak az átvilágításokért. Azt, hogy a Bomba Gábor által az uszoda ügyében tett vizsgálatot a rendőrség bűncselekmény hiányában lezárta, hétfőn a hatóság is megerősítette. Azt írták, az említett ügy kapcsán a nyomozást a Tolna megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságán befejezték. Az eljárás, mivel a cselekmény nem bűncselekmény, megszüntetésre került. Hiába a lezárt nyomozás, Bomba Gábor és Malomsoki Krisztián, a Szekszárdi Sportközpont Éjjel Szekszárd által kinevezett igazgatója, továbbra is sikerként próbálják kommunikálni a megalapozatlan feljelentést. Malomsoki Krisztián például egy újságcikkben a feljelentésre utalva úgy fogalmazott, idézem, át kellett nézni a céget, természetesen sok területen, házon belül rendet kellett tenni, illetve voltak olyan ügyek, amelyek már meghaladták ezt a szintet. Bomba Gábor pedig a Facebookon megjelent cikkben szó szerint azt nyilatkozta néhány napja. Az átvilágítások egyébként így is hoztak eredményt, így született meg például az úszodaépítéssel kapcsolatban a feljelentés. Az üggyel kapcsolatban megkerestük Bomba Gábort és Malomsoki Krisztiánt is, mások mellett arra lettünk volna kíváncsiak, miért beszélnek sikerről egy olyan feljelentés kapcsán, ami a rendőrség szerint bűncselekmény hiányában megalapozatlan volt. Az ő válaszaikra még várunk. Ács Rezső Szekszárd polgármestere a feljelentéssel kapcsolatban pénteken osztott meg egy rövid szöveget a Facebookon. Mint írta, az ügybe belerángatott, feleslegesen a nyomozóhatóság elé citált szekszárdi szakemberek közül többen jelezték, hogy jó hírnevük védelmében meggondolják, hogy további munkát végezzenek a szekszárdi önkormányzat, így a város részére.